Bizonyos közösségi szimbólumok kiemelt védelmére tesz javaslatot a Fidesz. Ezt Rogán Antal jelentette be, miután öt párti egyeztetésen vitázott a terrorveszélyről az ellenzéki frakciók vezetőivel. Abban is megállapodtak, hogy a jövő héten a Honvédelmi és a Nemzetbiztonsági Bizottság is napirendre tűzi a terrorfenyegetettség vizsgálatát. A Fidesz, a KDNP és a Jobbik szerint a bevándorlás a terrorveszély fő oka, az LMP és az MSZP viszont nem lát összefüggést. Vona Gábor érkezett meg elsőként az ötpárti egyeztetésre, utoljára pedig a szocialisták. Az ülés elején még az sem volt biztos, hogy Tóbiás József és Molnár Zsolt végig maradnak. Végül ők nem vonultak ki, az újságírókat viszont kizárták az ülésről. A problémának az egyik gyökere az a bevándorlásban keresendő. Bár Rogán Antal szerint ebből kell kiindulni, a bevándorlásról a szocialisták kérésére mégsem tárgyaltak. Abban viszont megállapodtak, hogy létrehoznak egy frakcióközi egyeztető fórumot, a terrorfenyegetést pedig jövő héten a Nemzetbiztonsági és a Honvédelmi Bizottság is napirendre tűzi. Rogán Antal szerint bizonyos közösségi szimbólumokat kiemelten kell majd védeni. Közösség is tiszteletet érdemel, mert a prevencióhoz ez hozzátartozik. Akkor tudjuk megvédeni Magyarországot, meg a magyar családokat, hogyha egyébként tiszteletben tartjuk azoknak a véleményét, azoknak a vallását és azoknak a kultúráját, akik adott esetben Magyarországon élnek, és tőlünk, a többségi magyar társadalomtól eltérően gondolkodnak. Hogy pontosan mire gondol, azt Rogán Antal nem fejtette ki, Harach Péter tette egyértelművé. Sem a sajtószabadság, sem a szólásszabadság nem terjedhet ki a vallásgyalázásra. Ez az egyik tanulsága ennek az eseménynek. Amivel mi érkeztünk a mai megbeszélésre, ahogy szokták mondani, azt megkaptuk. Az MSZP egy bizottságot állítana fel a terrorizmus elleni védekezés forgatókönyvének kidolgozására, ezt a többi párt is támogatta, erre célzott Tóbiás József. Az egyeztetéssel mégsem volt elégedett. Stratégiai egyeztetésre készült a Magyar Szocialista Párt a mai napon. Ehhez képest egy technikai egyeztetésé alakult, hiszen a miniszterelnök és a kormány tagjai nem képviseltették magukat. A szocialisták azt is nehezményezték, hogy a Fidesz a bevándorlást és a terrorizmust egy lapon említi. Az ülésen ez a kérdés okozta a legtöbb vitát. A Jobbik a kormánypárt mellett foglalt állást. Komoly összefüggés van a bevándorlás és a terrorizmus között. És lehet persze azzal érvelni, hogy a Párizsban merényletet elkövetett terroristák, azok már több generációs francia állampolgárok, de éppen azért kell Magyarországnak a bevándorlás kérdéséről beszélni, hogy mondjuk a harmadik, negyedik generáció bevándorlói Magyarországon adott esetben ne kövessenek el hasonló bűncselekményeket. Az LMP szerint éles határokat kell húzni a terrorizmus és a bevándorlás között. Nem mindegy az, hogy egy országnak a stratégiája az terrorizmus ellen vagy a bevándorlás ellen van. Az LMP nyitott arra, hogy a terrorizmus elleni fellépésről folytassunk további egyeztetéseket. Az egyeztetésre a kispártokat nem hívták meg, csak a frakcióval rendelkezőket. A megbeszélésen elhangzottakat Szelényi Zsuzsanna aggasztónak tartja. Az a jogszabályváltoztatás, amelyre ma Rogán Antal utalt, az elsődlegesen azt a célt fogja szolgálni, hogy a magyar polgárok szabadságjogai tovább csökkenjenek. A liberálisok a bevándorlás helyett inkább a kivándorlásra hívnák fel a kormány figyelmét. Terrorizmussal szembe föl kell lépni, de a terrorizmussal szembe és nem a bevándorlókkal szembe. Ezt végre most már a Fidesznek és a Jobbiknak is világosan látnia kellene. A Nemzetbiztonsági Bizottság egyébként jövő kedden tűzi napirendre a terrorfenyegetettség kérdését.